partnere, a hivatalos Hyundai 60 márkakereskedés és szerviz. Sportosat. Híradónk vendége Petrányi Zoltán, profi ökölvívó menedzser. Nem tudom, azt mondhatom, hogy gála szervező? Hát mondja, divasik. Nem tudom, hogy mennyire helytálló. Hát mert jó pár boxgálát szerveztél. Az, hogy most ezren vagy tízezren nézték, az egy másik történet, de gálákat, meccseket szervezel. Ahogy mondod, teljes egészében, ez jár a munkámmal, persze. Számolod, hogy hány gálát szerveztél már? Múltkor megszámoltam egy kb. Egy pár hónap ezelőtt, de nem tudom megmondani őszintén. 100 fölött van már igazából. Hát tudod, az, hogy gála, annak van egy szint. Igen. Vannak kisebbek, nagyobb rendezvények, maradjunk inkább ennél. A tegnap esti, azaz a keddesti, aminek a neve a hételei csetepaté, az gálának minősül, vagy te hová helyezed? Hát megmondom őszintén, ezt tudni kell, hogy ez egy edzőteremben játszódik, és épp ezért nehezebb a gála elnevezést ráfogni. Viszont amilyen jó meccsek vannak ott néha, az igenis beleférne bármilyen gálába időnként, persze. És több meccs van, vagy egy? Nem. Hát a profi gálákban oda mindenki kell hosszabb program. Uh-huh. Tegnapra 7 mérkőzés volt kiírva. Vagy akkor mondom, a 9, abból 7 lett megtartva. Akkor az egy több órás program. Egy rendes gála végül is. Csalok egyébként, mert 7 mérkőzés az lehet két és fél óra is, lehet 3 óra is, ha végigmennek a meccsek. Hát tegnap mindössze 2 meccs ment végig, tehát így összesen másfél órás volt az egész. De jó meccsek voltak, azt mondod. Voltak jó meccsek is, inkább maradjunk ebben, igen. Na hát akkor tudod mit? Majd a nézők eldöntik, milyenek voltak. Akkor most megtekintjük akkor, hogy milyen is volt a hételei csetepaté tegnap este. Február 14-én kedden az óbudai Gilda Max Fitnessben rendezett profi ökölvívó gálát a Profibox Promotion. A rendezvényt megelőző napon a Ramada Plaza Óbudában tartott mérlegelésen kívül a március 1-i Gentleman Fight Club elnevezésű rendezvénysorozat sajtótájékoztatóját is megtartották. A Gentleman Fight Club második eseményén a cirkálós új ökölvívóké lesz a főszerep, hiszen az egy éjszakás 4 fős profi box torna mellett az est főmérkőzésén Nagy Hóhér József és Hubert László küzdhet a magyar bajnoki címért. A címmeccs két főszereplője és a profi torna egyik titkos favoritja latolgatta az esélyeket. A felkészülésemben még van egy-két kis döccenő, de azt megoldjuk a elkövetkező pár hétben. Hát a meccsre meg azt várom, hogy szerintem egy nagyon jó meccset fogunk csinálni, és szerintem a várakozásnak megfelelően lesz. Én nem veszem presztízsmérkőzésnek. Én nem tudom, hogy mit tudom a presztízsmérkőzéshez. Két 90 kilós, két egykorú fiatalember összecsap. Én nekem nem presztízsmérkőzéshez. Én szerintem egy jó mérkőzést fogunk csinálni, a szurkolók szerintem élvezni fogják. Ennyi. A két legjobb magyar cirkálós újbonyos fog boxolni? Hát bízom benne. Valami hasonló lesz, mint a múltkori, tehát lesz ebből a mezőnyből ugye egy nagyon rutinos Bírez Zoli, aki ha jól tudom, olimpiai bronzérmet is szerzett. Ő egy érdekes csata lesz, nekem ezek valahol álló mérkőzések, tehát én nagyon örülök, hogy ezeket a meccseket le tudom játszani, úgymond velük. Illetve hát van egy másik rutinos versenyző, a Halász Gabi, aki megint egy más stílust igényel, mert nagyon magas fiú, bár általában én nagyon szeretek a magas emberekkel boxolni, mert szeretek hajolgatni, bujkálni. Hát a harmadik versenyző az egyelőre, az egy ilyen fekete ló még, azt tudom mondani, tehát őt nem ismerem, én is annyit tudok róla, amiről előjáróban beszélgettünk, hogy a duplával boxolt, és ott a dupla nyerte a mérkőzés. Hát nagyjából összefoglalva ennyi. A sajtótájékoztatót követően jött a hivatalos mérlegelés, ahol néhány versenyző stábunknak is nyilatkozott az esélyekről. A felkészülés jól sikerült, ugye 7 hónapja nem voltam ringben, szóval ez most lesz a visszatérő fellépés, ami remélem jól fog sikerülni. Rutint kell szerezni, érzem, mert 7 hónapja voltam ringbe utoljára. Tudod, szeretnék ilyen 4 meccset is jól lenne végigboxolni, de ha be tudom fejezni, akkor befejezem a meccset. Tehát nem lehet elhúzni. Nem akarom azért elhúzni, hogy többet legyek a ringbe. Ha meg tudom oldani, akkor megoldom hamarabb. De ha nem, akkor végigmegy a 4 mellett, és akkor az is jó lenne. Tehát mind a két verzió jó. Tehát nem fogok kapkodni. Hosszú kitérő után jövök vissza, 2 év nekem kimaradt. Úgy gondolom, hogy ez pont egy ideális ellenfél lesz. Teljesen soha nem álltam le, valamennyire mindig mozogtam volt, hogy átszoktam a második sportágokba is. Teljesen nem álltam le, most egy 6-8 kilótól szabadultam meg az elmúlt mondjuk 1-2 hónapban, majd meglátjuk.
egy nagyon jó mérkőzésre számítok a holnapi mérkőzésen, az edzőteremben elvégeztem keményen a munkát, holnap pedig a ringben akarok bizonyítani, és nyerni akarok mindenképp. Én úgy érzem, hogy ez egy reális célkitűzés, akkor is egy nagyon rutinos és nagyon jó ellenfelem lesz holnap. Petrovic Janiról, mint tudjuk, olimpikon volt, többszörös magyar bajnok volt amatőrben. Hát én most vagyok egy feltörekvő versenyző, a harmadik meccsem lesz, tele vagyok tűzzel és bizonyítási vágyal, úgyhogy mindent meg fogok tenni, hogy holnap legyőzzem őt. Ő egy jó nevű ellenfél, és előrejutásnak számít, hogyha őt le tudom holnap győzni. Felkészülésemről annyit mondanék, hogy egy 6 menetre kiért találkozót fogunk holnap boxolni, fel vagyok készülve, hogy 6 menetben le tudjam őt győzni, de ha lehetőségem adódik rá, akkor mindenképp be fogom fejezni ezt a mérkőzést idő előtt. A Valentin napi boxgálán 7 profi mérkőzést láthattak a nézők. A közönség soraiban pedig 2 olyan korábbi bunyós is helyet foglalt, akik most beszéltek először karrierjük újrakezdéséről. Jövő hét csütörtökön utazunk Melbourne-be, Ausztráliába. East-West Boxing Gym, egy amatőr profi boxklub, és ott várnak minket nagyon. Innen is szeretnék köszönetet mondani Kellner Öcsinek, aki nagyon sokat segített, Erdei Attilának, aki kint él Ausztráliában, és ő keresztül történt meg a promóterrel, a menedzserrel az összejövetelünk, Kövesdi Marcelnak, aki nagyon sokat segített, ő volt a menedzserünk, és hát nagyon nehezen jött össze, mivel már egy éve zajlott, mint a vízumot nagyon nehéz megszerezni. Köszönöm Balázs Tibinek a segítséget, mert itthon én edzegettünk, nem felkészültünk, hanem edzegettünk. Én szeretnék neki is nagyon megköszönni az eddigi munkáját, és hogy mi a kis pejsúlyba szeretnék boxolni, és én meg légsúlyba. Ez teljesen mindegy most, hogy hány kiló vagyok, mert munkanélkül edzegettünk, de hát ez pikpak lemegy, mivel nem értünk máshoz, csak ehhez, hogy kell lefogyni, hogy kell boxolni. Áprilisban lesz valószínűleg az első meccsünk. Mindent az elejétől kell elkezdeni, az elsőnek egy 2x4 menet, utána szép lassan felépíteni. 6 menet, 8 menet, és utána majd jöhetnek a címmérkőzések. Egy fél éven belül akár már egy 10 menetes címmérkőzés is lehet. Egy fél éven belül. Az első hivatásos meccsen 2 fiatal versenyző, Molnár Gábor és Széchenyi Mário vívott 6 menetre kiért küzdelmet. A pehelysúlyú meccs azonban alig tartott néhány másodpercig. Az agresszívan küzdő Molnár ugyanis pillanatok alatt feladásra kényszerítette ellenfelét, így 4 meccs után is verett rá. Benne dühös vagyok, és teljes szívemből utálom az ilyen meccseket, amikor nem a saját hibám vagy a saját ügyességem miatt nyerek, hanem a más ügyetlensége miatt, és hát sajnálom, hogy így alakult abszolút teljes mértékben. Molnárék után ismét 2 pehelysúlyú öklöző, Kanalas Dávid és Pászti István következett. Ez a meccs sem tartott sokáig, hiszen Kanalas az első másodpercekben ráérzett ellenfele gyenge pontjaira, sőt remekül ki is tudta használni lehetőségeit, így a nyitó menet végére teljesen felőrölte a derekasan helytálló Pásztit, és végül kiütéssel gyűjtötte be 6. profi győzelmét. Kanalas Dávid! Az est 3. összecsapásán Régi Dániel semmi kétséget sem hagyott afelől, hogy jobb ökölvívó, mint Balogh Gábor. Régi gyakorlatilag az első gongszótól kezdve folyamatosan támadásban volt, és rendre tisztán találta el Balogot, aki csak rutinjának köszönhette, hogy végigállta az első menetet. A második menetben aztán végleg eldőlt a csata. Régi sokadik tiszta kombinációját követően Balogh Gábor sarka feladta az egyoldalú küzdelmet, vagyis Régi Dániel a második menetben győzött technikai KO-val. TKO-val győz a piros sarokban Régi Dániel! Élveztem. Jó volt újra átélni így ezt a stressz helyzetet. Minden meccs, minden mérkőzés egyfajta ilyen stressz helyzettel jár. Fölmegy az ember a adrenalinja, és igazából ez az, ami hiányzott már nagyon. Jó volt újra átélni, és örülök, hogy jól sikerült, jól jött ez a meccs. Kisebb hibákat persze elkövettem, volt néhány fegyelmezetlenség, a sarokból meg is beszéltünk, de élveztem, hibák voltak, élveztem. Hát, majd igyekszem arra, hogy
hogy váljon a súlyom, mondjuk 83-84-re, és onnan fogyjak le, mert most 87 voltam még január 1-én, tehát ez azért így elég sok, de igyekszem, hogyha rendezni fogom a súlyomat, akkor jobb erőben leszek szerintem. A hét elejé Csetepati első nehéz súlyú mérkőzésén Bogdán Zsolt a papírformának megfelelően rögtön hatalmas nyomás alá helyezte a remek külharcos hírében álló Zsálek Ferencet. Bogdán több mint fél év kihagyás után húzott ismét kesztyűt, emes cseppet sem látszott meg teljesítményén, és a várakozásoknak megfelelően helyenként kifejezetten szórakoztató produkcióval rukkolt elő a hősiesen küzdő Zsálek ellen. A remek teljesítmény eredményeképp Zsálek ringsarka az első menetet követően feladta a küzdelmet. Jó volt, kicsit boxoltunk, az ellenfél is azért ütött, vágott, kicsit próbálkozott, hát ez lett a vége, jó, hál' Istennek, erős vagyok, jó vagyok, két hét is jön a következő, és kalandra fel. A kanadai színekben versenyző Remi Abu Elfetu Sallai Norbert ellen vívott izgalmas mérkőzést. A négy menetesre kiírt nehéz súlyú mérkőzésen mindkét versenyző remekül kezdett. A hatalmas adok-kapok csatában benne volt a kiütés lehetősége is. A kezdeti lendület a folytatásban némileg alább hagyott, a meccs felénél Elfetu érezhető fölényben volt, igaz Sallai remekül boxolt a mérkőzésen. Az utolsó negyedik menetre érezhetően elfáradtak a felek, ám a hajrában így is jó adok-kapok csatát vívtak a felek, melynek végén Elfetu örülhetett, hiszen pontozással megnyerte a nagyiramú összecsapást. Nagyon jól éreztem magam a szorítóba, habár ez egy nehéz mérkőzés volt. Az ellenfelem igen erős volt, de a lényeg az, hogy sikerült győznöm. Remélem a következő alkalommal már a kiütés is összejön. Juhász Imre és Varga István 6 menetre kiírt cirkáló súlyú ütközete hozta az est egyik legizgalmasabb mérkőzését. A kissé tapogatózó jellegű első menet után Varga kézbe vette az irányítást, ám Juhász több alkalommal is zavarba hozta ellenfelét. A negyedik menetre aztán végleg kijött a két versenyző közti fizikai különbség, és Varga padlóra tudta küldeni ellenfelét. Juhász azonban folytatta a küzdelmet, sőt többször szépen is eltalálta ellenfelét, aki ekkor még nem tudta befejezni a találkozót. Nem úgy, mint az ötödik menetben, ahol két alkalommal is számolni kellett Juhászra, a második leütésből pedig már nem volt visszaút, így az izgalmas és fordulatos mérkőzést végül kiütéssel Varga István nyerte. Az est utolsó összecsapásán Micskó Sándor és Petrovics János csapott össze. A veretlen Micskó szépen irányított a mérkőzés elején, ám a hatalmas rutinnal rendelkező Petrovics állandó veszélyt jelentett számára. Az egyébként remek színvonalú mérkőzés a harmadik menetben egy szerencsétlen eset miatt szakadt félbe. A két bunyós ugyanis egyszerre indított, melynek eredményeképp összefejeltek. Az egyébként teljesen vétlen fejelés következtében Petrovics János szemöldöke felrepett, így nem tudta folytatni a küzdelmet, vagyis a mérkőzés a szabályok értelmében Micskó technikai KO győzelmével ért véget. Technikai KO-val győz a piros sarokban Micskó Sándor! Nagyon sajnálom, hogy így szakadt vége a mérkőzésnek, mert fel voltam készülve arra, hogy 6 menetben is győzzek, vagy akár előbb KO-val, és nagyon úgy nézett ki a meccs, hogy a következő menetet már nem bírta volna az ellenfelem. Jobban szerettem úgy befejezni egy rendes KO-val, viszont egy olyan szerencsétlen dolog történt, mindketten egy első egyenest kezdtünk el ütni, és összekoccant a fejünk, amiből sajnos, vagy hát szerencsémre, nem sajnos, ő jött ki rosszabbul, sajnálom, hogy így ért véget. Úgy érzem, hogy ez alatt a három menet alatt a nézők is elégedettek lehetnek, és egy nagyon jó és szikrázó küzdelem kerekedett ki ebből az egészből. Talán legközelebb másképp ér véget, de szerencsémre így is jó lett. Nagyon jól éreztem magamat a ringben, amit az edzőmmel elterveztünk, azt mindent meg is tudtam csinálni, be is mutatnám az edzőmet, a Szabó Nagy Gyulát, ő segített a sarokban, az ő utasításait hajtottam végre, és úgy érzem, hogy amit kiadott, azt meg is tudtam csinálni. Úgyhogy én egy jó gálának foglalom össze. Folytatás? Folytatás, még a következő meccsem nincs kiírva, minél előbb szeretnék újabb meccset vívni. Na, gála vagy nem gála, ökölvívók azt mondják, hogy itt utolsó, és azt mondta, hogy gála volt. Hát örülök, hogy így nevez igazából. Még egyszer mondom, hogy csupán a helyszín miatt
meg hogy kevesebb néző fér így be akkor. Aha. Viszont jobb hangulat. Igen, igen. Kicsi viszont amiért az ember el akar menni egy profi box mérkőzésre, az megvolt a kiütés. Te kiütés hegyek. Tehát látott úgymond bunyót. És ugye ez kell a népnek. Voltak küzdelmek, voltak könnyek, volt minden, ami kell egy boxmeccsen, igen, és úgy gondolom. És annyira testközel, igazából a kemény nagy gálára, amikor egy nagy csarnok, folyamán állítva középen a ring, az is szép, meg a fények, hogy hát az az igazi, persze, persze. Igen. Abszolút testközelből tekinthettek a meccseket. És itt azért volt egy-két egykori válogatott ökölhívó is, aki itt ringbe lépett. Igen, többen megkerestek a fiatalok tehát nem közül. Is akárkik léptek itt a ringbe. Én azt mondom, hogy magyar viszonyhoz képest jó az anyag kimondottan. Itt rajtam múlik, hogy mennyire tudom őket menedzselni, meddig tudok nekik megfelelően ellenfelet hozni, hogy menjünk fölfele. Mert bárki bármit mond, az igazi célunk akkor is a megméretetés külföldön, hogy ott mit csinálnak majd. Csak az kellene a mérkőzések. Itt hallom azért, például a régi Dániel is, meg többieknek is ugye volt hosszú kihagyásuk. És ugye azért kellene a mérkőzések. Hát és, régi, és, ez meg, és ez meg arra jó már önmagában, hogy ugye, hogy visszaszokjanak a ringbe. Hát kihagyás után azt mondják, hogy boxol, egy pár év az nem felejtel boxolni, de van ilyen ringrosda. Tehát valaki hiába jár edzésre, ha nem volt ringben, éles mérkőzésen, ahol nézik, ahol kiabálnak, ahol felnő az adrenalin, akkor kijön a ringrosda. Ezt ilyen egyszerűbb, kisebb rendezvényekkel lehet feloldani. Mert edzéseken ezt nem lehet, tehát ez csak az meccs, nem az igaz, igen. Meccs szituációkkal éles mindenképpen mérkőzés. Mindenképpen kell, és képes az edzőmeccs is, utána jön egy ilyen kisebb igen. rendezvény, utána nagyobb gála, aztán megint újra régi lesz, bízunk benne. Milyen sűrűn van ez a hét elejé csetepaté? Hát a hét elejé csetepaté annyit egyébként, hogy ezt a nevet én találtam ki, ugye elég sokat járok külföldre versenyzőkkel, és egy ilyen rendezvény azért már több hét előtt el kell kezdeni rendezni, vagy szervezni, és éppen ezért, mivel szinte csak hét elején vagyok otthon, kitaláltam egy keddi napot még évekkel ezelőtt, és ebből adódott a fantázia név a hét elejé csetepaté. Ennyi hirtelen. És milyen sűrűn van? Mikor lesz a következő? Hát a következő gálánk ugye az nem a hitelcsét apaté, hanem a Gentleman Fight Club lesz. Aminek ugye volt itt a beharangozója, ugye nem is akárkik ugye boxolnak. Igen, ott lesz a címőrkezés Nagy Hubert Józsi. László, Nagy József között és a négyes torna a négy részevővel. Egy pillanatra csak itt ennél. Nagy Józsi kikaphat? Hogy ki lesz a győztes, maradjunk, úgy válaszolom, hogy gőzlem is ki lesz a győztes, én nagyon jó mérkőzést várok. Én úgy láttam, beszélgettem mind a két srácsa, ugye hát mind a kettő nálam versenyez, a dupla is, meg a Józsi is, és mind a kettő bízik magában. Itt belül van az a véleményem, de nem tudnák én megesküdni, de van véleményem. De akkor egy egészséges, kemény, férfias harc lesz akkor. De mindenképpen tiszta, hogy mind a kettő srác győzni akar. Ez 10 menet lesz? 10 metre van kiírva, hogy végigmegye? Azt kérdezed? Nem, hogy 10 metre van kiírva. 10 menet, hogy nem, magyarul egy címérkőzés, igen. Hogy mennyi lesz, azt nem tudom. Benne van az is, hogy kiütés lesz, benne van, minden benne van a pakliban. Úgyhogy... Akkor most az a következő, és akkor majd megálmodod, hogy mikor lesz a következő hét elejé csetepaté? Hát általában mondjuk, hogy 2 havonta egyet csinálok, de ezek a hét elejé csetepaté nevű gálák, ezek Budapesten vannak rendszeresen. A rendszer az mondjuk 2 havonta legalább, de ha nincs vidéken gálánk, akkor beteszek havonta is egyet. A jó számok, akkor itt havonta egyszer legalább szervezel gálát? Valamilyen szinten? Hát valamilyen szinten, de inkább kétszer, tehát egy év alatt 20 minimum megvan azért. Ebben benne vannak olyan kisebb, mint a csetepaté, meg vannak ilyen nagyobb rendezvények. Ugye hát együtt dolgozom a győriekkel, a boxing van fordulóban, oda is fizet rendszeresen profi mérkőzéseket, nagyon egyszerű megoldottuk, és van, legalább 20 van évente. Közönség, milyen a visszhangja ezeknek a mérkőzésnek? Jó? Élvezi a közönség, hogy test közelből nézhetik a mérkőzéseket? Hát én inkább nem szoktam beszélgetni a nézőkkel kimondottan a gála után, de viszont amikor eltelik egy pár hét, akkor hívogatnak néhányan, akik tudják a számomat, hogy keresnek, hogy mikor az a következő. Ebből arra következtetek, hogy szerintem tetszik nekik. És megmondom őszintén, hogy ott a helyszínen én be vagyok sózva mindig. A sok-sok teendő, ami előtte a mérlegelést is meg kell szervezni, mert azt is nagy szinten csináltuk, meg kellett szervezni. Én ott a helyszínen nem tudom élvezni, azt tudom szinte, hogy mi történik. És akkor hazamész, és akkor otthon megnézed a felvételt, hogy milyen volt a gála? Igen, másnap megkapom, vagy pedig most is élveztem még egyszer. Igen, akkor tudom, akkor persze csak összefoglalót látok, de nekem az épp elég. Akkor megnézem a nézők arcák, kik hogy reagáltak, meg azért akkor visszajönnek az emlékek. De mondjuk tegyük fel, hogy egy ilyen gálát megszervezek, ott belőlük hozva nem tudom figyelni, és nincs felvételem, akkor nem tudom már egy hét, mi történt. Így tudom, azért, amikor megnézem, visszaugrik minden.
Igaz az, hogy viszonylag elég sűrű meccsen a telefonot, hogy szeretnének nálad boxolni? Mostanában igen, szerencsére. Én azt mondom, hogy ennek köszönhető, hogy sok meccsünk van, a boxberkeken belül mindenképp hallanak róluk. És kik keresnek? Volt amatőr ökölvívók, vagy teljesen más sportákból, más küzdősportákból? Hát ritkábban keresnek más küzdősportból, onnan is, onnan inkább edzők, hogy van egy-két srácuk. Itt a ökölvívók is megkeresnek személyesen, vagy telefonon keresztül, megkeresnek edzők, hogy lenne versenyzőjük, megkérdezik, milyen lehetőség van. Én elmondom mindig azt, amit tudok nyújtani. Az egyik titkom talán, hogy sosem mondok többet, csak azt, amit én garantálni tudok. De azt meg garantálod igen. Is. Nem is egyszer, hogy szülők kerestek meg, hogy akkor mi legyen a fiúkkal, mert hogy szeretnének kicsit tovább lépni, a profit kipróbálni. Leülünk telefon keresztül, csak egy-két dolgot mondok, mindenképpen személyes találkozást kérek mindenkitől. Igen. Ugye a személyes találkozás annyit jelent számomra, hogy akkor tényleg akarnak valamit. Mert fölhívni könnyű bárkit. Amikor el is jönnek, meg edzést megnéznek, ma is 200-ot kipróbáltam edzésen, voltam a török. Ez hogy történik a kipróbálás? Megnézed, hogy árnyékolnak, hogy zsákolnak, vagy éppen egymás ellen kesztyűznek? Nem, hát a mai nap például nem kesztyűztek, bementem, van egy ilyen kis mexikói iskolázó. Nem is kezdjük igazából ilyen kerek gömb, de nem is tudom mi ezt pontosan. Ezzel fel tudjuk mérni a kondíciót, tehát csinálunk egy pár perc iskolázást, zsákolnak, és én legjobban a kondícióra vagyok kíváncsi. Ezen belül azért figyelem szakmailag, hogy ki mit tud. Ha megmondom, hogy mik a hiányosságok, az én szememben legalábbis. Most pont két fiatal srác volt bennálam, elmondom, mik a hiányosságok, utána arra kérem őket, hogy ezt próbálják ezt helyrehozni, ők pont hozzánk fognak járni edzésre, tehát hetente egyszer-kétszer mindenki találkozom is. Volt már olyan, hogy valakinek megköszönted, hogy jelentkezett, de azt mondod, hogy nem. Hát így kimondottan nem, én igazából én senkit nem küldök el az ökölvívó teremből. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon örülök, hogy te boxolni akarsz, de nagyon sok hiányosságod van, és akkor kell még egy fél év. Ezt szoktam mondani. Akkor mozog, legalább addig is mozog. Igen, meg nem csak az a lényeg, hogy ki mit tud, én általában észrevezem, ki mennyire akar. Mert egészen más beszélni arról, hogy na én most boxoló leszek, bemegyek ringbe és szétülök mindenkit. Aztán ahogy telnek a napok, ahogy közeledik a mérkőzés, én tudom, hogy mi megy az ember fejébe keresztül, és szépen lassan azok az emberek, akik linkebbek, akikben nincs igazi akarat, azok eltűnnek. Ezekkel a srácokkal, akik vannak, ilyenek inkább nem is foglalkozom, de hát nehéz kiszűrni azért őket. Az itt látottakból lesz olyan esetleg, aki még fejebb, még magasabb szintre léphet majd itt a profi ökölvívásban? Van egy pár ügyes versenyző, nagyon fiatal is, akiből végülis még ki lehet hozni, ki lehet faragni egy jó nevű boxolt. Igen, most neveket azért nem mondanék, mert ugye vannak hiányosságok a fejben, ezt szoktam mondani, és nehogy kiadjak egy-két nevet, nagyon aki megsértődjön, de valóban a tegnapi gálán is több fiatal ringbe lépett, akiknek lehet jövője, mindenképp tudásban fejlődhetnek, az már csak a menedzserükön, vagyis rajtam múlik, hogy valóban tudom őket a megfelelően karban tartani, menedzsegetni, fölfele vinni a ranglétrán, a mérkőzés számára, stb. Bírod? Idegileg? Igen. Hát most már úgy érzem, hogy bírom, holnap még jobban fogom bírni. Tegnap nagyon tele voltam, besokaltam. Amikor egy ilyen gála lemegy és vége van, és jönnek a kérdések, akkor bele szoktam fáradni. Általában egy-egy dolog azok figyelni, amikor megy a mérkőzés, és akkor jönnek mindenféle kérdésekkel, akkor úgy szoktam mondani, hogy bocs, erről beszélünk holnap, jövő héten, most csak ezzel foglalkozom. Amúgy most már kezdek tisztulni. Zoli, zárásként, mikor lépsz te legközelebb a ringbe? Nem bajnok vagy, magyar bajnok. Igen, inkább én úgy tetszik a kérdés, hogy fogok-e még ringbe lépni. Arról azt mondom, hogy tudja, hogy fogok. Még nem tudtam elhatározni magam, hogy abba vagyom. De egyenlően gőzöm nincs mikor. Még idén kétszer szeretném még ringbe lépni, mint versenyző. Akkor kitartás és jó munkát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport. We'll be right back.